Helyi járatú buszok a pécsi utcákon, ezek menetrendjei szerepelt előzetesen az önkormányzat szakbizottságának ülésén. Egy új elképzelést tárgyaltak volna, de ez nem sikerült a kitűzött szerda reggeli időpontban, mondja a bizottság tagja. Jelenlegi vezérigazgató, akinek a helyére már többször eredménytelen pályázat is volt kiírva, komoly ellenérveket fogalmazott meg, a városvezetés képviselők részéről érkezett módosítási javaslatokat érintően. Úgy fogalmazott igazgató úr, tragikus a helyzet Pécsen, ha lebetegszik egy sofőr, az már konkrét járatkimaradásokat eredményez. Hiába lehet ma már könnyebben autóbuszra is jó jogosítványt szerezni, ez nem segít a pécsi helyzeten most, mondja a képviselő. Nincs sofőr, kevés a finanszírozás, mi úgy gondoljuk, hogy ebben valóban igaza van igazgató úrnak, de a városvezetés pazarló, nem kellő módon optimalizált költségvetése, hogy finoman fogalmazzak, eredményezi ezt a káoszt, ami most Pécsen a tömegközlekedéssel tapasztalható. A járatkimaradások a megnövekedett őszi utasforgalom miatt merült fel új menetrend bevezetése. Erről azonban szerdán nem tudott tárgyalni a Városfejlesztési Bizottság. Így 14-én rendkívüli ülésen vitathatják meg újra a pécsi buszközlekedés problémáit, tudtuk meg a képviselőtől.